Hamarosan beköszönt az ünnep, a hétvégén még nagy rohan várható a boltokban, de a közlekedésben is. Hogy mire érdemes figyelni, arról is lesz szó mai híradónkban. De előtte nézzük további híreinket röviden. Döntések és azok értékelése stúdiónk vendége volt a város polgármestere. Ingyenes az emelt szintű érettségre való felkészítés segítő tanfolyam indul. És ODM ismét megmutathatták tehetségüket a Kossuth Lajos gimnázium tanulói. A Ceglédi Városi Televízió pénteki híradóját látják, jó estét kívánok! Változik a vonatok közlekedési rendje az ünnepek alatt, és plusz kocsikat is kapcsol a szerelvényekhez a MÁV azokon a napokon, amikor a legtöbb utazóra lehet számítani. A vonattársaság kéri, hogy aki teheti, előre vegye meg a jegyet, hogy elkerülje a sorban állást. A posták és a pénzintézetek is zárva tartanak karácsonykor, a gyógyszertárak pedig az ügyeleti rend szerint lesznek nyitva. Karácsonykor és évvégén változik a vonatok közlekedési rendje. December 23-án a pénteki, 24-én szombati, 25-től 28-áig pedig ünnepnapi rend szerint közlekednek. Megnövekedett utasforgalomra számít a MÁV december 21-én és az ünnep előtti utolsó napon 23-án. A Vasút Társaság plusz kocsikat is kapcsol a szerelvényekhez azokon a vonalakon, ahol a legtöbb utasra lehet számítani, közt a Cegléd-Budapest vonalon. Már előre borítékolható, hogy hosszú sorok lesznek a jegypénztáraknál, ezért a MÁV azt javasolja, hogy aki teheti, előre vegye meg a jegyet. A karácsony ünnepek kivétel nélkül minden üzletet, boltot is érintenek. December 24-én a legtöbb helyen délig lesznek nyitva, de maximum 2 órakor mindenhol bezárnak. Szenteste napján 25-én és 26-án csak a benzinkutaknál lehet majd vásárolni. Zárva tart a posta is az ünnep alatt, és a bankok sem lesznek nyitva, ezért felhívják a figyelmet, hogy a csekk csomagfeladásnál, illetve az utalásoknál vegyék ezt figyelembe az ügyfelek. Támogatások, hozzájárulások, ingatlan értékesítés és vétel. Gazdasági program rendezvénynaptár csak néhány azon témák közül, amelyekről dr. Csáki András beszélt stúdiónkban. A testületi ülés után látta vendégül televíziónk a polgármestert. A teljes beszélgetést ma este láthatják. A Toldi Ferenc Kórháznak nyújtandó támogatásról és egy végül meg nem szavazott ösztöndíj programról is beszélt Közérdekű című magazinunkban dr. Csáki András. Cegléd polgármestere a köztemetőben lévő ravatalozóról szóló előterjesztésről, vitáról és döntésről is beszélt. A ravatalozóra a Ceglédi Krematórium Kft. Vételi szándékot jelzett, a tulajdonos evangélikus egyház felé. Amikor ez kiderült, a polgármester kezdeményezte, hogy a város jelezze vételi szándékát, hogy önkormányzati tulajdonban lehessen inkább az építmény. Ugyanis a ravatalozó szolgáltatása egy kötelező szolgáltatás a város részéről, és hát eddig elég nagy ellenállásba ütközött a nagyobbik frakció részéről. Most végre megszületett az a megállapodás, hogy 2030-ig meghosszabbítjuk a bérleti díjat, és közösen az evangélikus egyházzal fogjuk felújítani a ravatalozót, ami eléggé rossz állapotba került már, hisz az elmúlt évtizedben semmit nem költöttek magának a ravatalozó állapotának a megőrzése érdekében. A testület most úgy döntött, 2030-ig bérleti díj ellenében szeretné továbbra is használni a ravatalozót. Vitát kiváltó napirendi pont volt a rendezvénynaptár átalakítása is. A polgármester elmondta, az, hogy költségcsökkentés érdekében egy-egy rendezvényt kihúztak a naptárból, nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lesz. Több esetben annyit jelent, hogy nem városi rendezvényként tartják meg. A Szabadság térre kerülhet trianoni emlékmű, erről is megszületett a döntés. Valamikor 2020-ban, nyilvánvalóan június 4-ére a pontos dátumra nem fog elkészülni, ez már most biztos, de lehet, majd meglátjuk. Emellett ugye korábban döntés született arról, hogy egy országzászlót is állítsunk föl. Hát annak a helyszínek a kiválasztása még folyamatban van, remélem, hogy azért a januári testületi ülésen erről is döntünk. Habár annak a kivitelezése sokkal könnyebb, mint egy szobornak a kivitelezése, de azt is hát... arról is dönteni kell, hogy kellő időben elkészüljön. Mindezekről és több más témáról tehát ma közérdekű magazinunkban bővebben is hallhatnak. Hogy a költségvetés hogy áll, hogy a...
Ingyenes az emelt szintű érettségére való felkészítést segítő tanfolyamot indít a köznevelésért felelős államtitkárság, a Klebersberg Központ és a Magyar Rektori Konferencia. Az úgynevezett Irány az Egyetem 2020 program jövő januárban kezdődik. Cegléden a Kossuth Lajos Gimnáziumban lesz a képzés. Jövőre Cegléden is szerveznek ingyenes az emelt szintű érettségre való felkészítő tanfolyamot. Az Irány az Egyetem 2020 nevű programot a köznevelésért felelős államtitkárság, a Klebersberg Központ és a Magyar Rektori Konferencia indította. A programra minden olyan nagykorú, cselekvőképes, tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező. Az érettségi bizonyítványt 2019. december 31-e előtt megszerzett magyar állampolgár jelentkezhet, aki valamely tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát szeretne tenni 2020. május-júniusi érettségi időszakban. Egy fő maximum két tantárgyra jelentkezhet egy időben. Januárban a következő tantárgyakból indul felkészítés. Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol, német, fizika, biológia, kémia és földrajz. A tanfolyamok 2020. január 3. hetében kezdődnek, és április 30-áig tartanak. Előzetesen jelentkezni írásban a név és a választott tantárgy, valamint a település megadásával lehet január 9-éig a Ceglédi Tankerületi Központon keresztül. További információért keressék Schleiss Bognár Péter szakmai igazgató helyettest a 0653 795 206-os telefonszámon. Cegléden jövőre a Kossuth Lajos Gimnáziumban indítanak ilyen képzést. A Váci Egyházmegye Karitász csoportja és a Ceglédi Szentkereszt Karitász csoport lepte meg karácsonyi ajándékműsorral a szociális otthonban élő időseket. Dallal, szép szavakkal, versekkel készültek. Karácsony előtt minden évben sok-sok vendég érkezik a Bajcsi Zsirinszky úti idősek otthonába. Iskolások, szervezetek látogatják meg az ott élőket. Ma például a Váci Egyházmegyei Karitász érkezett, hogy még szebbé és meghittebbé varázsolják az ünnepvárást. Mindig nagy öröm ide érkezni, hiszen olyan tudás birtokában vannak az itt élők, amelynek a fiatalabbak nem, fogalmazott a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatója. Köszönjük, hogy ezt a sok jót, ezt a sok szeretetet, amin önök már átmentek és megtapasztaltak, ezt átadják nekünk. Hisz ez egy mindig egy nagy örömteli várakozás, amit itt az adventben is Jézus Krisztus születésére készülve tudunk átélni. Egy nagy öröm a találkozás a fiatalok és az idősek között. Hisz a fiatalok próbálják építeni a jövőt és tervezni az újat, az önök tudásával és támogatásával. Böndő Szegedi Szilvia, a Ceglédi Szentkereszt Karitász csoport program koordinátora, a Váci Egyházmegye hittanára, egykor ebben az intézményben dolgozott. Most karácsonyi műsor megszervezésével tért vissza. És persze ajándékverssel is. Kicsit, amikor ide jövök, mindig úgy érzem, mintha hazajönnék. És nagyon szeretnék egy olyan verset elmondani önöknek, ami számomra nagyon kedves. Engedjék meg, hogy elmondjam, Reményik Sándor, Isten arc. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tál lételőtti létem emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Mindenütt a földön fájnak valami jó után. Minden ember keresi a boldogság. A diákok is nagy örömmel készültek az ünnepségre, énekkel, versekkel, zenés produkcióval kedveskedtek az időseknek. Idén is több ezer fényfüzér világítja meg a 441-es út mellett anyásapáti elágazásnál lévő házkertjét az ünnepek alatt. A fények december 21-én szombaton délután gyúlnak ki. A mesekertnek is hívott látványossághoz nagyon sokan ellátogatnak minden évben, és rengetegen állnak meg az út mellett, hogy megcsodálják a feldíszített parkot. Nagyon sokan várják már, hogy ismét fényárban ússzon a 441-es út nyársapáti elágazásánál lévő házkertje. Hosszú évek óta minden év karácsonyán gyönyörködhetünk a csodaszép parkban, amit sokan mesekertnek hívnak. A ház tulajdonosa idén új díszekkel szépíti a parkot.
A ház, a világító hópihék, a fenyők, a kis figurák és a Mikulás varázslatos látvány nyújt. A több ezer égővel díszített kertben december 21-én szombaton délután gyúlnak ki a fények először, és egészen január elejéig minden nap meg lehet csodálni. Rengetegen szoktak megállni a háznál, és sokan kimondottan a karácsonyi kert miatt utaznak ide. Ismét megmutathatták tehetségüket a Kossuth Lajos gimnázium tanulói. Az év utolsó tanítási napján kulturális műsorral kedveskedtek a fiatalok a közönségnek. Voltak, akik táncos vagy énekes, míg mások prózai produkcióval léptek színpadra. Régi hagyomány a Kossuth Lajos gimnáziumban, hogy az adott év utolsó tanítási napján diáknapot tartanak. A program időzítése nem véletlen, mindig a legszebb ünnep karácsony előtt várják a kulturális bemutatóra a közönséget. Nagyon nagy lelkesedéssel jönnek, azok a tanárok, akik betanítják őket, akik segítenek nekik a felkészülésben, szintén nagyon lelkesek. A diákságnak pedig szerintem kifejezetten jól esik, és nagyon nagy a nevelő ereje is ennek a kulturális bemutatónak, amelynek tényleg már több évtizedes hagyománya van, hiszen utolsó nap téli szünet előtt ennél értelmesebb dolgot nem is lehetne csinálni. Színházban ülni, zenés, magas színvonalú táncos és színdarabokat nézni, nagyon sok produkciót lehet ilyenkor megtekinteni. A prózától a zenés darabokig minden műfajból válogattak a diákok. Volt, aki zongora játékkal. De akadtak olyanok is, akik komplett színdarabbal készültek a napra. Ez egy karinti regény, amely diákokról szól, ilyen apró kis szöszeletekből áll, karcolatok vagy mi. Tavaly nyáron véletlenül elolvastam. A nyolcadikosaimmal a tanár úr kéremet írtuk, hát nagyon fontos, hogy a nyolcadikosokkal, tehát a diákokkal együtt írtuk, hát nem vettük sehonnan az ötletet, maga az irodalmi mű volt az alap, és akkor arra szépen ráépítettük a darabot. Aztán a 11-eseimmel szintén egy színdarabot mutatunk be, az meg egész különleges, egy ilyen régi víg játékból egy ilyen részletre ráépítettünk egy teljesen új darabot. Tehát nem teljesen saját az ötlet ott sem, de nagyon-nagyon egyéni módon dolgozunk. És nagyon fontos, hogy ilyenkor a diákok mindig aktívan részt vesznek a darab megírásában, és lehet, hogy én gépelembe, de nagyon sok ötletet adnak. A diáknap mindig méltó zárása a tanév első felének. A műsorok között pedig sok olyan prózai és zenés produkció is szerepelt, mellyel ünnepi hangulatot teremtettek a fiatalok a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Megjelent a Hírmondó idei utolsó karácsonyi száma. Az önkormányzat ingyenes lapjában a város adventi programjairól láthatnak képes beszámolót, olvashatják a polgármester újévi köszöntőjét, de a kulturális és sportéletről szóló írások is találhatók az újságban. Ezek mellett a mozi műsora is helyet kapott a lapban. A Hírmondó a napokban már a postaládákban lesz. Számos írás és hír található a közelgő ünnephez kapcsolódóan a Ceglédi Hírmondó idei utolsó számában. Kétoldalas képes összefoglaló látható a város adventi ünnepség sorozatáról, de a Művelődési Központ jászol kiállításáról és az intézmények karácsonyi programjairól szóló hírek is helyet kaptak a lapban. A CVSE idei esztendejéről, valamint a Ceglédi Ketleben sikereiről is beszámol az újság. A lapban olvashatják dr. Csáki András polgármester újévi köszöntőjét is. Természetesen közérdekű információk, mint a gyógyszertárak ügyeleti rendje, az önkormányzat ünnepi ügyfélfogadási rendje és a mozi aktuális műsora is megtalálható a 32 oldalas kiadványban. Az ingyenes lap a napokban mindenki postaládájában ott lesz, de hozzá lehet jutni a Művelődési Központban és a Turinform irodában is. Akinek kedve van, az pedig online is belelapozhat a Városi Televízió weboldalán. Kedves nézőink, ezek voltak az év utolsó hírei legalábbis itt adásunkban. Friss híradóval legközelebb január 6-án jelentkezünk. Ünnepi műsorral azonban természetesen készültünk, minden este 6 órától várjuk Önöket a képernyők elé. Nagyon boldog ünnepet és boldog új esztendőt kívánok minden munkatársam nevében. Adásunk azonban még nem ért véget, kérem maradjanak velünk, még egyszer békés boldog ünnepet kívánunk.